Üdvözlöm Önöket Corvis szalonunkban, ebben a teremben tabletek segítségével figyelhetnek meg 19. századi bútorokat. A koronavírus járvány miatt a diákok is nehéz helyzetbe kerültek tavaly. A tavaszi első hullám során rengeteg vállalkozás állt le részben vagy egészben. Miután a legtöbb munkaadónál az állandó, úgynevezett belső munkaerő megtartását célozták meg, azokon a helyeken is megváltak a diákmunkásoktól, ahol alkalmazásuk évek óta bevett gyakorlat volt. Tavasszal átlagosan 3/4 évvel csökkentek a munkalehetőségek a piacon, a visszarendeződés pedig csak július és november között volt tapasztalható. Ahol a leginkább visszaesés volt ugye az első hullámnál, az a feldolgozóipar, kereskedelem, illetve a különféle mozik, gyorséttermek, vendéglátás, turizmus. Ez a második hullámra annyiban változott, hogy a feldolgozóipar, illetve a kereskedelem az gyakorlatilag visszatért, tehát nagyságrendileg azt tudjuk mondani, hogy hasonló vagy maximum kicsit alacsonyabb számokkal megy, mint a korábbi években, ami viszont továbbra is áll, ugye a lezárások, illetve a teljes lezárás, bezárás, kényszerű bezárás következtében az turizmus, vendéglátás, gyorséttermek, mozik, ugye ezek azok az ágazatok, ami egyébként elég sok diákot felszív békeidőben. Mivel kevesebb a munkalehetőség, pénzre azonban továbbra is szükségük van a tanulóknak, több mint 30 000-en igényelték a tavaly májusban bevezetett diákhitel pluszt. Ennek hatására 2020-ban közel meg 4-szereződött a hitelt igénylő diákok száma az egy évvel korábbihoz képest. A munkaerőpiaci átrendeződés egyébként a kínálatban és a vállalt munkaórák számában is megmutatkozott. Jelenleg nagyjából az irodai, illetve az ilyen szakmai felkészülést igénylő munkáknak a nagy része vagy teljes egészében, vagy legalább részben, nagyobb részben végezhető otthonról. Úgyhogy ilyen szempontból vannak ilyen lehetőségek, viszont azt is látni kell, hogy a cégeknél, ahol ilyen pozícióban dolgoznak diákok, ott szintén amúgy a digitális oktatás, illetve ebből fakadó több szabadidő hatására többet is tudnak dolgozni a diákok, tehát úgymond jelenleg kevesebb létszám fedi le ugyanazt a munkaóra mennyiséget, ami sajnos szintén abba az irányba mutat, hogy úgymond még több olyan diák van, aki nem talál magának elegendő munkát, hiszen ha eddig mondjuk havi 100 órás teljesítés 2 diák fedett le, most könnyen lehet, hogy azt egy is lefedi, mert úgy tudja igazítani az otthoni tanulásához. A szövetség főtitkára hozzátette, az elmúlt 5 évben a minimálbér emelkedésével párhuzamosan a diák munkában is folyamatosan emelkedtek a fizetések, ez azonban most nem következett be. Ennek egyik másik oka, hogy a korábban tapasztalt munkaerőhiány is csökkent az országban. Ami a bérek területi eloszlását illeti, korábban a nyugati országrészben az átlagos órabér mintegy 500 forinttal volt magasabb, mint például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mára azonban ez a különbség körülbelül a felére apadt.